karácsonyi mézes kalácsot fogok készíteni, ehhez már elő is készítettem a hozzávalókat, 1 kg lisztet, ebből 60 dekagram sima búzaliszt és 40 dekagram teljes kiörlésű rozsliszt. Klasszikus tésztát egyébként sima búzalisztből szokás készíteni, de a modern, illetve reform konyhában nyugodtan lehet kísérletezni úgy, hogy keverünk hozzá vagy teljes őrlésű rozslisztet, vagy teljes őrlésű búzalisztet. Ettől még finomabb lesz a mézes kalács tészta. Közben én 1/2 kg mézet vízgőz felett egy kicsit felmelegítettem, és ehhez teszek 10 dekagram vajat. Erre azért van szükség, mert a folyékonyabb mézzel sokkal könnyebb dolgozni, sokkal könnyebb begyúrni a tésztát. De arra azért figyeljünk, hogy ne legyen tűzforró, mert akkor könnyen megégeti a kezünket. Előkészítettem 25 dekagram borított nátcukrot, sima cukorral is lehet egyébként. Mézes kalács fűszerkeveréket egy ekkora adaghoz körülbelül 3-4 táskanányit fogok hozzátenni. Ja, a mézes kalács fűszerei a fahéj, szegfűszeg, csillagánizs, lehet kardamomot is beletenni, szegfűborsot is akár. Jól elkeverjük, és ami még hiányzik belőle, ez a szódabikarbóna, és ebből is 2 táskanányit fogok hozzátenni. És ezt követően bele fogom dolgozni a folyadékokat. A legegyszerűbb, hogyha a liszt közepére egy kis mélyedést készítünk, és ebbe fogom a vajas mézet beleönteni. Az első mozdulatokat fakanállal fogom elvégezni. Kicsit keverek rajta közepén, és aztán hozzáadom a tojásokat is. 2 felvert tojást. És aztán gyors, határozott mozdulatokkal elkezdjük keverni. És ne lepődjünk meg, a mézes kalács tészta az ragad, és amikor már ilyen morzsalékossá kezd válni, akkor utána szépen átváltok kézi üzemmódra, és ilyenkor már egyáltalán nem meleg, lehet vele kézzel is könnyen dolgozni. Begyúrva hűtőben hetekig eláll, és ugyanígy kisütve is több hétig eláll. Ha dobozba zárjuk, akkor nagyon szépen visszapuhul, tehát hetekkel az ünnepek előtt el lehet készíteni, és nagyon szép ajándékokat is lehet ebből készíteni. Elkészült a tészta, tökéletesen sikerült, nincs más teendőnk, mint hogy fóliába csomagoljuk, és egy pár órára, legalább 2 órára betesszük a hűtőbe pihenni, de az sem baj, hogyha 1-2 napot pihentetjük a hűtőben. És ahogyan az előbb is említettem, ez a begyúrt mézes tészta akár hetekig is eláll a hűtőbe, tehát még ezzel is előkészülődhetünk. Ami nagyon fontos, hogy szobahőmérsékleten ne tároljuk 1-2 napon át, mert akkor a tojás könnyen besavanyodik. És a begyúrás során még egy trükköt szeretnék elárulni, ez pedig az, hogyha a lisztek nagyon veszik fel a folyadékot, akkor egy kevés langyos vízzel lehet a tésztát lazítani, ettől is sokkal könnyebben formázható lesz. Tehát akkor készen van a tésztánk, és vihetjük a hűtőbe. Letelt a 2 óra, készíthetjük a mézes kalács kekszeinket. Érdemes, egy ekkora adag tésztát érdemes 3-4 darabra vágni, így sokkal könnyebb a feldolgozása. Egy sima felületet, egy gyúródeszkát, vagy a konyhapultot lisztezünk ki alaposan. Vegyünk egy tészta darabot, és szépen kinyújtjuk. Körülbelül, hogyha kekszeket készítünk, vagy mézes lapokat, egy 3-4 mm-es vastagság az, ami szükséges. És aztán tetszőleges mintájú kiszúrókat választhatunk. Én most mézi babát fogok készíteni, ezt a gyerekek nagyon kedvelik. És
időnként forgassunk rajta egyet, és arra figyeljünk, hogy mindig legyen jól alatta, fölötte liszt, mert különben letapad. És lassan sikerült elérni a kívánt vastagságot, és akkor nincs más hátra, mint hogy kiszúrjuk a mézibabákat. Azt hiszem, hogy tökéletesen sikerült a tészta, gyönyörűen lehet szaggatni, áthelyezzük egy sütőpapírral bérelt tepsire. Egymás között hagyjunk körülbelül 2 cm távolságot. A sütés során ezek meg fognak egy kicsit nőni. Ugye a mézes kalács kekszeket lehet díszíteni. Van, amikor natur magvakkal díszítjük, azt a sütés előtt érdemes megtenni. És írókázni pedig akkor szoktuk már a mézes kalácsot, amikor kisült és kihűlt. Sütés előtt átkenhetjük őket, hiszen úgy sokkal szebb lesz a felületük. Ha azt szeretnénk, hogy fényes legyen a keks, akkor felvert tojássárgájával kenjük át őket. Hogyha csak matt felületet szeretnénk, akkor elég vízzel átkenni a tetejüket. Én most csak vízzel fogom átkenni. És egyébként ez az a fázis, amikor a magokat rá lehet helyezni a kekszekre. És a sütőt közben előmelegítettem 180 fokra. De amikor beteszem a tepsit a sütőbe, akkor vissza fogom venni a hőmérsékletet 150 fokra. Tehát elkészültek a mézibabák, és akkor mennek 7-8 percre a sütőbe.